exportra fognak ki halakat Bonyhádon. Ezeken a korábbi felvételeken is jól látszik, hogy néhány hónapja még nem volt gond a halfeldolgozással és értékesítéssel. Most arra viszont több kihívással néz szembe az ágazat. Egyrészt túltermelés van a halpiacon, erről számolt be Csibi Csaba bonyhádi haltenyésztő. Évről évre nagyobb a termelés, és ezzel arányosan egy kicsit csökken a fogyasztás. Tehát akár a belföldi, és a külföldi meg nagyba függ a környező országoknak a terméseitől. Azt, tehát a csehszlovák és a lengyel terméstől. A túltermelés csak tetézi, hogy a koronavírus járvány miatt belföldre és külföldre sem kell annyi hal. Ezt mi is érzékeltük, heti 2-3 szállítás helyett egy, esetleg kettő, tehát felére mondjuk visszaesett az export. Nálunk ugyanígy most, amióta van a kiárási korlátozás, érezhetően csökken a belföldi felvétel. A Tolna megyei haltenyésztőket és kereskedőket megkérdezve kiderült, hogy többen nem merték megrendelni a korábbi húsvétkor szokásos halmennyiséget, mert a járványhelyzet miatt bizonytalan volt, hogy el tudják-e majd adni az árut. Vásárolni viszont lehetett menni, és a csütörtök délutáni forgalom Szekszárdon azt mutatta, hogy az emberek mentek is. Így volt, ahol már csütörtök délben elfogyott a teljes készlet, aki később érkezett, néhány boltban hal nélkül maradhatott. Általánosságban elmondható, hogy a friss és fagyasztott haltermékekből az utóbbi hetekben a megszokott áru csak 15-20%-át rendelték meg a vállalkozásoktól, emiatt is lehet, hogy a legfrissebb felmérések szerint 1000 tonna étkezési pont eladása és elhelyezése okoz gondot az ágazatnak.